Az elmúlt 12 évben rengeteg különleges ingatlanba jártam, de nincs még egy ilyen. A Hegedűs villát, vagy más néven sok villát minden budapesti ismeri, hiszen Pestről Budafele haladva az Erzsébet hídon mindenkinek szembeötlik ez az ikonikus épület. Az 1910-es években épült ingatlan megrendelője, a svájci származású sok család sarja, sok frigyes építési vállalkozó volt. Az ő ötlete volt, hogy Genovában a Capo Santa Chiara tetején álló Castello türke épületét másolják le egy az egyben. Egy biztos, egyedi és ikonikus épület, ami már több mint 100 éve része a budapesti látképnek. A lakásban két háló, két fürdő és két konyha is található. Nem tipikus lakásfunkcióra van berendezve, de azért ezen a 150 négyzetméteren is el lehet tengődni. És ennek az épületnek a tetején található ez az igazi gyöngyszem, aminek a különlegessége az 50 négyzetméteres tetőterasz, ahonnan azt kell mondjam, hogy tényleg páratlan panoráma nyílik az egész városra. De még ezt is lehet fokozni. Örülök, hogy velem tartottatok. Iratkozzatok fel, és hamarosan újabb, különleges videóval jelentkezek. Sziasztok!